Újra a vádlottak padjára ült Ceglédi Csaba március 21-én a kecskeméti törvényszéken. A tárgyaláson megjelent Király József is. Az MSZP-s önkormányzati képviselő a folyósón puszikkal és kacarászós kézfogással üdvözölte Gyurcsány ügyvédjét, a korábban már elítélt bűnözőt. De nem Király volt az egyetlen, aki jó barátként köszöntötte Ceglédi Csabát. Kopping Rita DK-s önkormányzati képviselő is a helyszínen volt, aki szimpátiáját érkezett kifejezni a korábban már elítélt irányába. Megjelent első alkalommal, miért jött el? Azért, hogy kifejezem a szimpátiámat és azt a gondolatot, hogy teljesen mértékben nem értek egyet azzal, ami történik Ceglédi Csabával évek óta. Én úgy gondolom, hogy egy viszonylag, azt mondhatjuk, hogy egy koncepciós pernek ő a vádlottja. Kopping Rita számára furcsa volt, hogy 7 évig mondott valamit a koronatanú, majd bekerült a börtönbe, ezt követően pedig homlokegyenest mást mond. Arra a felvetésre, hogy a tanút, aki terhelő vallomást tett Ceglédi Csabára és társaira, megfenyegethette a már korábban elítélt politikus, a DK-s önkormányzati képviselő így válaszolt. Én ezt így nem mondanám ki. Nem tudom, ezt követően Ceglédi Csaba direkt megzavarja az interjút, megakasztva Koppingot a beszédben. Nem tudom, mi történhetett. Köszi, hogy eljöttetek. Na, nagyon szívesen. A tegnapi tárgyaláson ezúttal a ketchup.hu főszerkesztője is tiszteletét tette, akit annyira érdekelt az ügy, hogy közben elaludt. Mindez alatt a koronatanú Ceglédi Csabára és társaira tett terhelő vallomását hallhattuk a teremben. Gunit Gábor csupán akkor vette elő a tollát, amikor Gyurcsány Ferenc ügyvédje kezdte összegző felszólalását.